Pécsig felé, sietünk, mert egy kicsit megkéstünk, mert ma paintballoztunk. Cseppet el is fáradtam benne, tudom nektek ajánlani, majd aztán szeretnék valamikor a közeljövőben egy paintballos videót is csinálni. Addig is ajánlom nektek, hogyha Kovászna megyében laktok. És hoztam a kabátomot, és mert a barátom azt mondja, hogy hideg van az ott a csarnokban, elvégre hoki meccsre megyünk. És éppen úgy, mint egy hoki kapus, nem öltözök fél, de azért a kabát az átférne, úgyhogy. Na még én hoki meccsen még nem voltam, az itt is várom már. Én ember egy cseppet húz le, nem jár jó bulája volt a más. Ugye ez addig tart, ez a döntő, az Erste Liga döntője, amíg megnyeri valamelyik csapat négyszer. Amit tudni kell, két meccset lejátszottak, az elsőt megnyerte Csíkszereda, a másodikat pedig a Ferencváros, úgyhogy most egyenlő állnak a felek, és akkor most van két meccs itt Csíkba. Erős kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szurkolás bent a csarnokba, mert azért hallottam, hogy a csiki hoki az azért csiki hoki, szedje, cseresze, csvágja, csitörje. Láttátok-e a falusi fotbolt? Ezelőtt mi is itt csináltuk. Két akászfát kirittyán tettünk a teviből, csináltuk bele a kapufát, rúgtuk reggáltal estig a fotbolt. És volt olyan is, hogy a fotbol a szomszédnak az udvarán állt meg, és az azt mondta, hogy én ezt a fotbolt tebe nem adom vissza. De reméljük, hogy ma Csíkba a hokikorong nem a szomszédba áll meg, hanem a Ferencvárosnak a kapujába. Hajrá Csíkszereda! Nem épp egy leányálom parkolóhelyet kapni Csíkszeredába, de most már lassan meg vagyunk, megérkeztünk. Te már többször voltál meccsen, mondj egy eredményt, mit tippesz? 4-3. 4-3. Én azt mondom, hogy 5-3 lesz Csíknak. Ah!
Fradi ezt a támadást, ezt a helyzetet, és gól! 7 másodperccel a vége előtt a Fradi megszerezte a vezetést, sajnos. Nyer a Ferencváros! Hacskos cigányai, te! Hacskos falu! Hacskos falu! Na, bahájba hírtam haza. Útközben sötét volt a kocsiba, s nem vlogoltam. Az utolsó gólt, amikor belőtte a Ferencváros, videóztam, vagyis hát én azt hittem, hogy azt felveszem videóra, mert hogy én nagyba izélek ember, hogy az nem még örvántam, de nem annak, hogy megnyertem a meccset a Ferencváros, hanem annak, hogy le tudtam videózni a gólt. És erre fel ember izé, nézem, s nem nyomtam meg a felvevő gombot. Na de a Ferencváros behúzta, így most már ő vezet 2-1-be összesítésben, holnap még lesz egy meccs, utána meg mennek ki a Ferencvároshoz. Holnap hát, hogyha javítanak a csikiak, s nyernek, de ez a meccs kellett volna nekik, mindenki azt mondta. Kicsit azért elszabadultak a meccs végére az indulatok, ott szitták a fradisokot rendesen. Tehát én annyira tisztában nem voltam a játékosok, hogy most melyiket minek hívják, s kik ők, s mennyire jók, de ez a részeg, ez nekem tetszett. De a neve miatt, így erős faszol meze. Ha engem így hívnának, nem kell, na egy percet csak gondolkodjak, hogy mi legyen a YouTube csatornám neve. Erős jó. Tetszett. Első hoki meccsen volt, de tetszett. Talán amit így negatívunként tudnék mondani, az az, hogy ugye nagyjából minden csapatnak van egy ilyen szurkoló tábora. Én pont olyan helyre kerültem, olyan helyen volt az ülésem, hogy miattik nem erősen láttam a felső kaput. Ez engem annyira nem zavar, amikor felálltam, akkor úgy láttam, csak hát a videóban ez látszik, hogy nem erősen tudtam azt a kaput videózni, úgyhogy csak a másik kapunál tudtam videókat készítgetni. Remélem, hogy azért valamennyire átment a meccs hangulata, és tetszett nektek. Na hát ez volt az én első hoki mérkőzésem, úgyhogy örültem, hogy át tudtalak benneteket vinni, remélem tényleg, hogy tetszett a videó valamennyire nektek, hogyha így van, akkor jutalmazzátok meg egy lájkkal, valamint kommentbe jöhetnek az észrevételek, vélemények, stb. Tudjátok. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam, tyukláb, rudláb mindenkinek, és szerusztok!